hülyéskedjetek, dehogy kések, dehogy kések. Dávid korán kelő lett. Mármint, hogy már egy hete korán kell, és nagyon fáradt emiatt, de át fogok szokni, úgyhogy nem lesz késés, csak nagyon, nagyon indokolt esetben lesz késés, gyerekek, ne hülyéskedjünk. Felnőtt ember vagyok, hát csak fel tudok kelni. Fel! Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Dave vagyok, ez itt a Fun with Geeks, és a Pod of the Morning, a majdnem minden nap jelentkező reggeli műsorunk. Itt szeretném tolmácsolni Viktornak a sajnálatos szavait, nincs még jól, úgyhogy nem tudott ma jönni sajnos. Viszont nagyon szeret titeket, és jobbul, valószínűleg a héten nem is nagyon fog streamelni, mert nyilván ez egy olyan dolog, amit érdemes inkább kipihenni, semmint, hogy rápussolni még pár streammel, meg krákog, meg fújja az orrát, meg elkapta valami szar. Úgyhogy sajnos ez most egy ilyen. Szerbusz, Julcsi! Mit csinálsz? Milyen mappádat? Ott le? Nem, csak mondom, lehet, hogy ott van le. Félig bedugolt az orrod ma reggelre. A reggeli orrbedugulás az nem számít, gyerekek, az nem számít. A reggeli orrbedugulás az csak a tested jelzi, hogy én nem vagyok készen erre a napra. Viszont. A tegnapi board game stream, a tegnapi board game night, ami valami miatt délután volt, de teljesen mindegy, ne akadjunk fenn ilyen apróságokon. Érkezett egy-két feliratkozás, amit elfelejtettem. Úgyhogy inkább elmulasztottam. Az egyik Molok Bandita 7 hónapja, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem itt vagy. A másik, hogy Bigfa ajándékozott Medve Mark 200 számára egy feliratkozás, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És Klón is feliratkozott 5 hónapra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neki is, és ezzel igazából már csak Patrik a 8 hónapos Prime-mal. Nagyon szépen köszönöm, Patrikom. Természetesen jár a love a chatben. Hogy jár a love a chatben, hogyha nem dobja ki? Akkor nem, sajnos nem love-ot kapsz, hanem sexy Dave-et. Sexy Dave, oh yeah. Jaj. Szóval nekem is nehezen indul ez a reggel, ez a szörnyű igazság. Na, de viszont nektek hogy tellik? Azt meséljétek el. A reggeli ordogulás olyan, mint a reggeli erekció, csak 40 felett. Én nem tudom. 33, baby. 33. Jaj. Ja, még egy fontos bejelenteni való. Megcsináltam az új outrónkat, úgyhogy belekerült az összes Patreonunk, és elnézést kérek a késlekedésért. Most úgy megcsináltam az egészet, hogy valamennyire moduláris, ezért könnyebben hozzá fogom tudni írni az újonnan érkezőket minden hónap elején. De engem ez emiatt pusholni kell, gyerekek, ez nem kérdés. Engem emiatt pusholni kell. Na, a mai témánk az új generációs videójáték gépezetek megjelenése, és főleg az arra megjelenő játékok. Tegnap kijött egy trailer, ami meg egy interjú a Game Industry-n a PlayStation egyik fejesével, amiben azt mondták, hogy ez lesz minden idők legjobb PlayStation launcha játék címek tekintetében. Megmondom, hogy miért tartom ezt nagyon furcsának. Most augusztus vége van. Én azt mondanám, hogy november vége, december eleje lesz ez a PlayStation 5 megjelenés dolog, és hogyha azt számoljuk, akkor addig még van szeptember, október, november. Hívjuk 3,5 hónapnak maximum. Az egyetlen bejelentett exkluzív cím, amiről egészen biztosak vagyunk, hogy jönni fog, az a Spider-Man Miles Morales, amiről nyilván nem tudunk nagyon-nagyon sok mindent, azon kívül, hogy Miles Morales-szel lesz egy Spider-Man játék, ami egy önálló játék, nem egy kiegészítő,
mivel hogy nem sok idő telt el a Spider-Man game óta, valószínűleg ugyanaz a motor, ugyanazok a dolgok, új sztori, akinek azt tetszett, ez is tetszeni fog. Tehát, hogy ezzel igazából nehéz vitatkozni. A másik, hogy ennek az volt az utolsó dolog, amit tegnap csináltam, hogy elolvastam ezt az interjút. Nem az utolsó, de az utolsók között. És ez valahogy belekúszott az álmaimba, úgyhogy azt álmodtam, hogy ott vagyok a PlayStation 4 launchon, vagy a PlayStation 5 launchon, és Cory Balrog, aki a God of War-nak a kreatív vezetője volt, felsétált a színpadra, és így casually azt mondta, hogy egyébként már tölthető a God of War 2. Egy szombréró volt rajta, úgyhogy lehetséges, hogy csak egy álom volt. Lehet. Vagy tényleg egy szombréróban fog kisétálni a színpadra, és bejelenti. De nagyon-nagyon-nagyon kevés esélyt látok erre. Főleg azért, mert azért két év jelent meg a God of War, 2018 eleje? Valami ilyesmi volt. Várjál. God of War 2018 április 20. Nem egész két éve. Az azért nagyon kevés idő egy ilyen minőségű játék folytatásának lefejlesztésére. Még akkor is, hogyha mondjuk a motorhoz nem nagyon kell hozzányúlni, mert azért mondjuk meg, hogy az új God of War nincs, tehát nem hiszem, hogy nagyon sokan azt mondanák, hogyha ugyanilyen grafikával, csak mondjuk PS5 upgrade-del kijönne egy God of War folytatás, amiben nincs sok új feature, csak egy új sztori, arra nagyon sokan azt mondanák, hogy a kurva anyádat, mert az bőven elég. Arra gondoltam, hogy tudjátok, mi lenne érdekes? Végig menni azon, hogy milyen játékokkal jelentek meg a konzolok korábban. És ez azért lenne szerintem vicces, mert a legtöbb konzol végtelen fos játékokkal jelent meg, vagyis hogy olyan játékokkal, amikkel így igazából akkor így el voltál egy nagyon picit, és aztán utána elfelejtetted. Vagy, hogyha az új generációt nézzük, akkor olyan játékokkal jelentek meg az új konzolok, amik borderline vállalhatatlanok voltak. És igazából semmi értelme nem volt annak, hogy ezek megjelentek, azon kívül, hogy volt valami, amivel lehetett játszani megjelenéskor. Barnusom, nagyon szépen köszönöm a 7 hónapot PC Master Race. Whatever floats your boat, man. De ott a kappa. Ott a kampa. Szia, Nancsi. Szia, Dragonus. Hamar van az új govra, Csiki szerint, és én is azt mondom, hogy ez sajnos még egy kicsit túl gyorsnak tűnik. Én azt mondom, hogy ha jövő év vége felé megjelenik, akkor már nagyon szerencsések vagyunk. Mert szerintem két év az azért valószínűleg nagyon kevésre. Még soha nem ettem országtortát, de jó étvágyat hozzá. Országtorta. Ja, igen. Ez egy ilyen 20-ai hagyomány, nem? Hogy mindig bemutatják az országtortáját. Én valószínűleg nem ehetek az országtortájával. Valószínűleg érzünk egy hirtelen kiadott új Horizon játékot. Hát Csiki, azt nem olyan hirtelen, mert hogy be van jelentve. Tehát, hogy a PlayStation Experience-en bejelentették, vagy a PS5 Release Launch faszom announcement-en bejelentették az új Horizon játékot. Tehát, hogy ez nem lesz nagyon hirtelen. Legalábbis azért, mert már be van jelentve. Viszont azt mondták ebben az interjúban, hogy minden idők legjobb PlayStation játék felhozatala lesz a PS5 megjelenésekor, és nyilván ez egy ilyen liberálisan is kezelhető kijelentés, mert hogy ugye visszafelé kompatibilis lesz a masina, és nyilván kap egy csomó minden ilyen upgrade patchet, meg mit tudom én, micsodát. De ugye a release címeknek, tehát hogy a launch címeknek azokat az exkluzív játékokat gondoljuk,
amik a konzollal együtt day one ott vannak. Mert third party címekből elég sok lesz, third party címek közül elég sok minden jelenik meg egy-két hónappal korábban, az Assassin's Creed Valhallától a Cyberpunkig elég sok minden jelenik meg, meg a Watch Dogs is megjelenik, tehát a Ubisoftnak például lesznek olyan third party címei, amik valószínűleg, hogy PS5-ön és Xbox One X-en, vagy Xbox Series X-en, bocsánat, is meg fognak jelenni. De a Horizon-nál nincsen release dátum, igen. A Horizon-nál nincsen release dátum. Elméletileg a pillanat, megnézem, hogy ugye úgy néz ki a dolog, hogy launch title-ök közül. Ugye az Astro's Playroom, ami egy ilyen kis cukiság, ez pre-installed lesz minden PS5-ön. Aztán emellett, amiről biztosan tudjuk, hogy jön, az a Miles Morales, és ami még valószínű, hogy jön, az a Bugsnax, bazd meg, amire aztán, tudjátok, van az a mém, ez a senki, és aztán fejlesztők Bugsnax. Nem tudom, hogy mi értelme van annak, de úgy látszik, hogy erre mindenképp szükség volt. Meg ami még biztos, hogy lesz, az a Madden, az NBA és a Destiny 2 Beyond Light. Ez az, ami egészen biztos, hogy lesz. Ugye volt róla szó, hogy a Deathloop, hirtelen akartam mondani. Sajnos kénytelen vagyok rákeresni, mert nem fog eszembe jutni, bazd meg. Muszáj vagyok rákeresni. Arkane Studios, köszönöm szépen. Az Arkane Studiosnak a játéka, azt is áttolták 2021-re. Meg mindent áttoltak 2021-re. Szóval a Sony-nak a jelenleg bejelentett játékai közül nincsenek nagyon olyan release címek, amikről ne tudnánk, vagy ne lenne biztos, hogy nem idén fog megjönni. És az a kérdés, hogy te, mint mondjuk valaki, akinek van PS4-e, tehát mondjuk játszottál a PS4-es játékokkal, azt mondod, hogy azért frissítek PS5-re, hogy a Spider-Man-t játszam, és azért vállalod be azt, hogy egy első generációs konzolt megveszel, hogy játszhassál azzal, mit tudom én, jelenleg két játékkal, ami megjelenik PS5-re, és akkor szebben tudsz velük játszani. Az már egy teljesen más kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nincsen konzolod, és a PS5-tel akarod bepótolni a PS4-es játékot, mert akkor nyilván nem kérdés, hogy persze PS5. És az a helyzet, hogy a Series X-el meg végképp nem olyan különösebben jó a helyzet, mert jelenleg az van, hogy a Halo volt a launch cím, a Halo-t eltolták, úgyhogy most mi is a launch cím? Mi az Xbox One X launch címe? As Dusk Falls. Ez az ilyen experience játék. Elméletileg, meg a Medium. Ez a két játék az, amit bejelentettek úgy, hogy 2020. Tehát, hogy nem megerősített launch cím, hanem az, hogy 2020. És nyilvánvalóan, hogyha 2020, akkor nagy valószínűséggel launch cím. Vagy még eltolják, ami hát szerintem az Xbox One vagy a Microsoft nem tudta volna magát jobban tökönlőni, mint azzal, hogy eltolják a Halo Infinite-et, mert az lett volna igazából a nagy dobás. De nem gondolom, ti is láttátok a trailert, a legnagyobb meh az egész világon.
Tehát, hogy a ilyen annyira generic FPS kinézete volt, hogy elképesztő. Úgyhogy abból a szempontból, hogy ezen még azért nem ártana valamit csiszolni, teljesen érthető, hogy ezt eltolták. Az emberek azért vesznek PS5-öt, mert a piac rátukmálja, és úgy érzi, hogy neki kell vennie. Az, hogy neked erre van szükséged, vagy kihasználod, sose teszed fel magadnak ezt a kérdést. Megveszed és kész, mert kell, a haverodnak megvan, XY-ról emelnek megvan, akkor neked is kell. Hát igazából erről szól a fogyasztói társadalom. Erről szól a fogyasztói társadalom, hogy nekem ez kell, mert neki is ez van. Vagy nekem ez kell, mert neki nincs meg. Ez egy tudományosan bizonyított dolog, hogy az ember jobban érdekel valamit, ami másnak nincs. De hát nekem kell! Itt igazából tényleg csak annyiról van szó, hogy érdemes felmérni azt, hogy azért, hogy neked legyen egy PS5-öd, azért érdemes-e PS5-öt venni. Mert hogyha van egy PS4-en, amin tudsz játszani igazából mindent, amit jelenleg a Sony fel tud mutatni, exkluzív címként, akkor ez a fear of missing out, és ez az, amit mindenkinek meg kéne értenie, hogy nincs olyan, hogy missing out. Tényleg nincs olyan, hogy missing out. Főleg videójátékos oldalról. Nekem van egy nagyon kedvenc a Reddit Fredem, az a neve, hogy Patient Gamers, és ők azt csinálják, hogy a megjelenés után 6 hónappal játszanak videójátékokkal. Amikor már leült a hype, amikor a saját tempódban tudod végigjátszani, anélkül, hogy a csapból is az dőlne, hogy ezt képzeld el meg, azt képzeld el meg, amely. És így rakosgatják egymásra, nekem ilyen buildem van, nekem ez a fegyver lett meg, ezt kint láttad meg. És nyilván nagyon kevés olyan játék van, amiben, hogyha kimaradsz, akkor lemaradsz. Tényleg nagyon kevés olyan játék van. Miles Morales egy kitűnő karácsonyi programnak hangzik, pláne ha kiadják a konzolt egy pókkal az oldalán. Hát, ha kiadják egy pókkal az oldalán, akkor tőlem a lehető legmesszebb vigyék. A gyerekecske, ez egyébként egy mindig egy furcsa dolog, hogy ugye amikor én voltam fiatal, és jöttek ki a konzolok, akkor te úgy vettél a konzolt, két lehetőséged van. Vagy úgy vettél a konzolt, hogy mi van a barátomnak, hogy tudjunk együtt játszani. Ez már a 360 időszak, hogy tudjunk effektív együtt játszani, mert ugye annak már volt olyan online-ja, amivel megbízhatóan tudtál multizni. A másik része, pedig az earlier része, az volt, hogy mi úgy vettünk a baráti körben konzolokat, hogy ha az egyik nekem megvan, akkor valaki a másikat vegye, hogy mindennel tudjunk játszani egymásnál. Mert akkor még az volt, hogy így átjártunk egymáshoz, és ott ültünk, ameddig a másik játszik, és néztük, hogy mit csinál. És akkor kicsit olyan volt, mint most a streamelés, csak egy kicsit belsőségesebb, meg több fűvel. Valaki meleg szendót csinál? Úristen, de akarok egy meleg szendvicset. És gyerekecske, így van, nálam is, ezt kell, hogy mondjam, hogy nálam is a játékok döntik el. Tehát, hogy a content fogja ezt eldönteni. Hogyha az alapján választanék, hogy melyik a szebb konzol, akkor egy Xbox One-t vásárolnék. De nem tud olyat mondani a Microsoft, hogy engem erről meggyőzzön, mert a Microsoft azt kimondta, hogy sajnáljuk, de mi ebben nem akarunk annyira részt venni, viszont itt van ez a csuda előfizetéses modell, és PC-n és Xbox One-on is fogod tudni, vagy Xbox One X-en is, vagy mi a passzom, Series X, leghülyebb név a földön, Series X-en is fogod tudni játszani, és PC-n is fogod tudni játszani a mi first party játékainkat, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy meglehetősen erős gépem, ami elfuttatja ezeket a dolgokat. Úgyhogy nekem ez annyira nem számít. Úgyhogy nálam elég egyértelmű a döntés ebből a szempontból. Ha jön egy új Switch, akkor jön egy új Switch, és az nekem kell, az egyértelmű.
És a PS5-tel pedig úgy vagyok, hogy ha úgy érzem, hogy a megjelenéskor nekem erre szükségem lesz, akkor meg fogom vásárolni, de egyébként így egyelőre nem érzem annyira megalapozottnak. Tehát, hogy én például a Spider-Man ellen is játszottam, nem vagyok annyira rajta, hogy őszinte legyek, és nekem valójában tényleg a content fogja ezt az egészet eladni. És content alatt azt értem, hogy ami miatt én megvenném ezt a konzolt. Na. A Destiny annyira nem. Miles Morales annyira nem. A Deathloop tetszik, de nem egy system seller. A Vampire tetszik, de nem egy system seller. A Bugsnax az első trailer alapján a legalja annak, amit fel tud mutatni egy launch cím. A Bugsnax az a Knex. Nem, hogy hívták? Knek. A Knek. Egyértelműen. Az, ami miatt megvenném, az a Godfall. És tudom, hogy ez nagyon-nagyon furcsa, mert nem én vagyok a legnagyobb rajongója a Gearboxnak ezen a földön. De ez egy loot-focused fantasy hack and slash bazd meg, ami hozzám nagyon-nagyon őszintén beszél, és azt én nagyon-nagyon szeretném. Az a baj, hogy ez egy Gearbox játék. És ami még nagyon tetszett, és nem fog eszembe jutni, hogy hívják azt a Valami Forest. Mortem, nagyon szépen köszönöm, hogy Dobis ennek ajándékoztál egy szabot, nagyon-nagyon drága vagy. A Fairy of the Forest. mit töröltél? Nem tudom megnézni. A saját accountomon nem tudom megnézni, hogy mit törölt. Jaj, hogy a faszomba hívják? PS5 Forest Indie. Bridge of Spirits, nagyon jó, Kena, Bridge of Spirits. És ez az, ami engem a legjobban érdekel jelenleg a bejelentett PS5 játékok közül. Imádom. Nagyon félek, hogy jön PC-re, és akkor ez sem fog számítani, de nekem a Bridge of Spirits az több nyelven beszél. Emlékszel a kommentjére? Én látom, de nem éri meg. Jól van. Nem baj. Vannak faszfejek. Mindig vannak faszfejek. Emiatt nem kell aggódni, gyerekek. Szia, Karesz! Minden a legnagyobb rendben van. Gods and Monsters? Az micsoda? Gods and Monsters. Ja, Gods and Monsters a Ubisoftnak a Zeldája, nem? Ami egy az egyben úgy néz ki, mint egy Zelda. Az az a játék. Igen. Hát az a baj, hogy ez ilyen kicsit pofára esős dolognak tűnik. Abból a szempontból, hogy ha csinálsz egy open world, ilyen kicsit gyerekes, kartúni játékot, kalandjátékot, akkor kis RPG elemekkel, akkor értelemszerűen mindenki a Zeldához fogja hasonlítani. És az open worldben a Zelda a saját ligájában játszik. Tehát, hogyha nem is játszottatok vele esetleg, mert hogy ugye meglehetősen kevés platformon elérhető,
a Breath of the Wild, akkor, akkor higgyétek el nekem, hogy, hogy ez az az open world, amire más nem képes. Tehát, hogy ne, senki más nem tud ilyen open world-ot építeni, és ha valaki nem tud, akkor az még a Ubisoft, aki nem fog tudni. Úgyhogy ettől, ettől azért én egy kicsit félek, hogy, hogy itt lesz egy-két valójában igazságtalan összehasonlítás, de szerintem ebbe nagyon nehéz lesz nem beleesni, mert amikor megláttad az első trélert, akkor azt mondtad, hogy ha, Zelda? Belőlük sose futunk ki. Ja, már mint idiótákból? A idiótákból nem futunk ki. Abban nagyon sok van. Abban nagyon sok van. Tehát, hogy még csak azt sem kell érezned, hogy így raktároznod kéne őket, mert hogy végtelen mennyiségben termelődnek. Főleg az interneten. És szerencsére nekem elég vastag a bőröm. Úgyhogy a trollok engem különösebben nem zavarnak. Megmondom őszintén, mert általában ezek lehetőségek arra, hogy, hogy kiadjak magamból egy kicsi feszültséget, amiből megmondom őszintén, nincs nagyon-nagyon sok, de a trollok mindig nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy, hogy viccelődni lehessen velük. Mert általában, és ezt valljuk be teljesen őszintén, akik belerakják az időt és az energiát abba, hogy odajöjjenek egy streamre, nézzék 3 percig, és aztán leírjanak valamit, nem tudom, hogy mi volt az, de leírjanak valami ilyen egyértelműen bántó dolgot, ők ne, általánosságban nem a legfényesebb izzók abban a bizonyos csillárban, és ezeket, mi a szakmában, úgy hívjuk, hogy ingyen freg, akikkel így el lehet bolondozni, és nyilván ők így felkínálják magukat, úgyhogy nem érzed azt, hogy, hogy bármilyen intellektuális fölényedből kifolyólag a derogálhat neked az, hogy a földbe döngölöd. Úgyhogy it's all good, all fun. Trollok nélkül unalmas lenne. Ezzel sem értek feltétlenül egyet, mert hogy igazából, ha valamire nagyon büszke vagyok, és valamit nagyon szeretek ebben az egészben, akkor az az, hogy mennyire geci jó ez a közösség. És hogy ez Discordon látszik egyébként a leginkább, meg nyilván ameddig voltak ilyen havi rendezvényeink, addig ott is látszott, hogy mennyire inkluzív és kedves ez a közösség. De Discordon nagyon egyértelmű, hogy bárkinek bármi baja van, beírja a közösbe, ott van 7 ember azonnal, és megpróbál neki segíteni. Bármilyen módon is, bárhogy. És szerintem ez egyik legjobb dolog a Földön. Egy dolgot elfelejtettem, és ezt most pótolom, bár megmondom őszintén, hogy nagyon fáj, de sajnos az ígéret az ígéret. De Csikinek adnom kellett egy VIP-et. És nagyon sajnálom én is. Én megmondom őszintén, hogy már rég elfelejtettem a nevét, úgyhogy a figyelmet azt nem feltétlenül kapta meg. Itt a moderátorok egy kicsit erősebb kezűek, mint amilyen egyébként én vagyok, úgyhogy általában mire én oda nézek, és realizálom, hogy valami történt, addigra ki van bannolva, és el tudom olvasni, hogy mi történt. Az, amit a rasszizmussal vádoltak, az a Little Devil Inside volt, ami szintén geci jól néz ki, nagyon-nagyon tetszik. A Bridge of Spirits az igazából egy ilyen varázslós kalandjátéknak tűnik. Nem tudom, hogy milyen lesz, de kicsit ilyen kalandos, kicsit ilyen az Orira emlékeztet egyébként, nyilván a platformer elemek nélkül. Nagyon remélem, hogy lesznek benne RPG elemek, meg jó kis sztori, meg fasz a dialógusok. És ha ez megvan, akkor hibátlan. Mert hogy nagyon rá fogunk kérni ősszel. Nem nagyon jönnek olyan játékok, amik engem kifejezetten érdekelnének. Úgyhogy rá tudunk menni az ilyen indie dolgokra. Meg
Hát meg nyilván Cyberpunk, tehát nyilván bele fogunk nézni a Cyberpunkba, csak én attól félek, gyerekek, hogy a Cyberpunk a megjelenésekor még egy jó másfél-két hónapig nem fog működni. Vagyis, hogy hát valamennyire működni fog értelemszerűen, de hogyha 150 órával később beragad egy quest, akkor lehetséges, hogy ott én azt mondom, hogy köszöntem, nekem ebből ennyi elég volt. Igaz. Egész reggel tüsszögök. Nem tudom, hogy miért. Mit keres ez itt? Menj vissza a helyedre. Ó, gyerekek. Jövő héten azt hiszem, hogy nem bírom tovább. Meg kell vásárolnom az AT-AT-t. Úgyhogy, ha megveszem az AT-AT-t, akkor... Szeretnétek, ha összeraknánk streamben? Mi történik? Újra frissítget mindent. Az AT-AT egy nagyobb bacska készlet egyébként, de pont az a készlet, amiben így tudod, így el lehet beszélgetni mellette. És én nem vagyok egy gyors Lego összerakó, mert én itt szeretem kiélvezni, meg így, és lehet közben zenét hallgatni, meg beszélgetni. Úgyhogy én azt mondom, hogyha a jövő héten befutnak a pénzek, akkor meg fogom venni. Nem, Dávidom, képzeld el, mi is raktunk már össze streamben Legót. A Boba Fett fejet, azt mi raktuk össze itt. Volt Lego. Sajnos nem annyi, amennyit akartam, hogy legyen, de volt Lego. Meg az a jó, hogy, tehát, hogy Viktor nyilván sokkal professzionálisabban csinálja ezeket a dolgokat, mert hogy ő végtelen mennyiséget legózik, és egész életében végtelen mennyiséget legózott. Én nekem meg nagyon specifikus dolgaim vannak, amik nagyon-nagyon érdekelnek. A Lego bakancs listám persze nő folyamatosan. Most már 5 szett van rajta, amit mindenképpen be akarok szerezni. Az egyik a Stranger Things ház, ami nagyon-nagyon tetszik. A másik a Friends, a Central Perk, ami szintén nagyon-nagyon tetszik. Az AT-AT, a Nash, és ennek a, hogy hívják, a Stormtrooper verziója. Ezek azok, amik ilyen kötelező darabok nálam, és igazából nem a... Ja, az AT-AT másik liga, persze. Tehát az AT-AT nem is tudom, hogy hány darab. Hány darabos. A Lego AT-AT... Az új. 5000 forint a kurva anyádat. 1267 darabos, tehát hogy nem olyan nagyon sok. Nem olyan nagyon sok. Szerintem az 1200 darabot azt szerintem egy stream alatt simán bírom. Simán bírom. Meg nem egy olyan nagyon bonyi build, szerintem. Legalábbis nem tűnik annak így első ránézésre. Egy Ducati modellt szeretnél, ami a kedvenc motorom is már a garázsban nem állhat, mert drága, igen. A nappalimban legyen a miniatűrje. Én ezeken az autós dolgokon egyáltalán nem vagyok rajta. Nem tudom, hogy miért. Így nem érdekel. Nem érdekel különösebben. A szegény tájpilóta sisak? Az annyira nem. De a Boba Fett, ez mennyi volt? 7-800 alkatrész, tehát nem sokkal több egyébként. Tehát, hogy nyilván mondjuk az AT-AT-ban nagyobb elemek vannak. Szia, Vic! Szerbusz, Vic, drágám! A Mustang. Ezeken, nem tudom, nekem ez a Star Wars dolog, ez beakadt.
Amit még megmondom őszintén, hogy nagyon szeretnék, azok a képek. Tudjátok, ezek a 3D képek, amiket a kis bogyókból raksz össze, és akkor megveszel hármat, és akkor ki tudod rakni a nagy Darth Vader-t. Viszont egy szett, tehát hogy a 3 darabos szettből egy, az 40 000 forint. Ami azt jelenti, hogy 120 000 a nagy Darth Vader kép. 120 000 forint. Az nagyon, nagyon-nagyon sok. Csak? Nem csak. Nem csak. Botrány, gyerekek, botrány. Na, meséljetek, miről szeretnétek beszélgetni. Jöhetnek a témaötletek. Igen, 120-ért már veszel egy UCS-t egyébként. 120-ért már simán veszel egy UCS-t. Főleg egy régebbit. Az újak azért még eléggé tartják az árukat. A Legóiknak is meg kell élni valamiből. Na, nekik aztán nincsen nagy problémájuk, én azt gondolom. Legó zongora, ilyen van. Legó zongora. 120 ezerből meg tudnék venni 3 legót, amit nagyon szeretnék. 3-at. Bizony. Sőt, 4-et. Hogyha máshogy osztom el a pénzt. Vagy nagyon okosan vásárolok. Én szoktam úgy legót venni, hogy vannak ilyen használt legókészletek, mert van, aki megvesz egy 30 ezres legót, vagy egy 50 ezres legót, és kiveszi belőle, mert neki csak a figurák kellenek, és eladja a készletet figurák nélkül. Én meg nem tudnám jobban leszarni a figurákat, mert én csak építkezni akarok, és féláron lehet megvenni, mert hogy bontott, meg nincsenek benne a figurák. És én nem játszom velük értelemszerűen, de nagyon ritka az, hogy én leveszem onnan a Millennium Falcont, és így... Bár mondjuk pont ezt csináltam Jócsival, amikor összeraktam. Jól mondtam, és így... De hogy ezt... Hogy ritkán csinálom így magamtól. Na. Finországban nem 250 forint a kenyér? Nem tudom mennyi. Nagyon sajnálom, Csiki, de a VIP-ek se linkelhetnek. Nem tudom beállítani, hogy a VIP-k mit csinálhatnak, és mit nem. Tehát, hogy semmilyen a eszköz nincs a kezemben azzal kapcsolatban, hogy mit csinál egy VIP, mit csinálhat egy VIP. Még a badge-et se tudom átállítani. Bressz, nagyon köszönöm a kávészünetet. És ahogy elnézem, szükségem is van rá. Főzök egy kávét. Addig találjátok ki, hogy mi legyen a témánk, mi legyen a mai téma.
Üdvözlök mindenkit a Pod of the Páfrány legújabb adásában. Műikás Monster a stream. Igen. Szia, Viki! Nem lennék itt, mert elvileg a postán kéne ügyet intéznem. El is mentem a posta bejáratig. Viki, ezt tegnap megbeszéltük. Ide jöttél, mondtam, hogy nincs itthon semmi, mert benéztem 20-át. Értelemszerűen, nem először, nem utoljára, benéztem, hogy minden zárva van. És aztán Viki rám nézett, és azt mondta, hogy 20-a van. És most ráadásul nem, hogy ezt az egészet elfelejtette, hanem még el is sétált a postára, ahelyett, hogy megnézte volna online. A 20-ai hétvége ugye azt jelenti, Viki, hogy a 20-a utáni időszak, tehát, hogy ez a csütörtök, számoljunk együtt, csütörtök, 20-a, péntek, 21-e, szombat, 22-e. Megyek inkább. Ennél még a videóvágás is jobb. Ez a legnagyobb sértés egyébként, amit valaha kaptam Vikitől, hogy inkább videót vág, mint hogy itt lenne. De egyébként igazából csak hátradől, Animal Crossing-ozik handheld módban, és közben hallgatni fogja az egészet. Tehát így meg lehet majd idézni. Két csúnyát kell mondani a macskájáról, és már itt is van. Javítom a videómat. Beszélgessünk a sneakerekről, de hát én mit tudok a sneakerekről? Én nem tudom, mikor vettem utoljára cipőt. De nézegettem egyébként a sneakereket. Az a baj, hogy kéne valaki mellém, aki vágja, hogy én nem akarok olyan sneakert, ami ilyen mindenféle színes, meg így szélesebb a talpa, meg mit tudom én, mert 33 éves vagyok. Viszont valamilyen sneakert szívesen vennék, ami jól néz ki, így tökéletes átmenet a sportos és a smart casual között. Ilyen van? Ezt szeretném. Baskával elmehetnék vásárolni, meg Greggel is elmehetnék vásárolni. Baskát fogom egyébként rávenni, hogy menjünk majd el. Nivet Kenny, jó reggelt! Adidas! Nem tudom, azt mondják, hogy nem Adidas, hanem Nike. Tehát, hogy Nike-nak kell lennie. A Smart Casual az alapvetően az átmenet volt, de most már egy külön stílus. És nekem általában a Smart Casual az, ahogy én öltözködöm. Ez most nyilván nem látszik rajtam, mert egy mackó van rajtam, és felvettem egy inget, amit nem tudok összegombolni a hordó testemen most már, de erre még tökéletes, hogy így felhajtott újjal úgy csináljak, mintha összetudnám ezt gombolni valaha. Én nekem nagy szerencsém van, mert az én stílusom az nagyon olcsó. Tehát az, ahogy én öltözködöm, az kifejezetten olcsó. Tehát nekem évente kell vennem két inget, meg esetleg egy nadrágot. Ennyi. Nem iridlem a mostani gyerekeket, az unokaöcsém például, tehát, hogy náluk ez a flex vonal, tehát, hogy ő nem megy be egy H&M-be, neki ott kezdődik, tudjátok mi az, ez a fast fashionnek a teteje, tehát, hogy ami úgy néz ki, mintha geci jó lenne, de közben fisi-fosi, tehát a Zara, meg a... Mi van még ott? Topman, ami azt hiszem ugyanaz egyébként. Mi az, hogy azt hitted, hogy nincsen stílusom? Jordan Legacy? Rákeresek. Velem lehet beszélni. Egy árcímkét is mutass mellé. Ó, mi ez a tépőzár az elején? Meg ez a sokféle minta. Miért kell ennyiféle minta?
Nem tudom, ez úgy néz ki, mintha egy rákos gyerekcipő kért volna egy, lett volna egy kívánsága a Dévényi Tibi bácsitól, hogy lehessen felnőtt cipő. Ez így néz ki. Esküszöm, a sneaker review-kat kéne írnom. Bár mondjuk gyerekkoromban azt hiszem, hogy én is akartam dolgokat. Arra emlékszem, hogy nekem mondjuk egy különleges helyzetem volt ebből a szempontból. Nekem két idősebb bátyám van. Az egyik 10, a másik meg 11 évvel idősebb nálam. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen 17-18 éves koromban tudtam meg, hogy ruhákat egyébként boltban is árulnak. Mert addig az volt, hogy... az volt, hogy ott van a testvéremnek a levetett ruhája, ami ugye nyilván nagyobb, mint az enyém, de hát nagyon menő, úgyhogy lehet azt is hordani. Úgyhogy ennyit tudtam a világról, hogy azok a ruhák azok, amik léteznek, és minden más ruha, ami a boltokban van, azzal igazából csak hencegnek, tehát hogy azok nem megvásárolható dolgok. Amikor viszont ráébredtem arra, hogy ez nem így van, és akár lehetnének saját ruháim is, akkor volt éppen a deszkás korszak, úgyhogy mindenki segg aláig tolta le a fubu nadrágját, és én semmit nem akartam jobban, mint egy fubu nadrágot. És azt éreztem, hogy nem vagyok senki az iskolában, ameddig nekem nincs egy fubu nadrágom, akármennyire is nem tudok megállni se egy helyben egy gördeszkán, de ez most nekem nagyon kell. És anyám azt mondta, hogy nem voltak olcsók egyébként ezek a nadrágok akkoriban, és anyám azt mondta, hogy nem fog nekem ilyet venni, mert úgyis összekoszolom, széttépem, nem tudok én vigyázni a dolgaimra. Úgyhogy az egyetlen dolgot tettem, amit tehettem, megfogtam édesapám 27 számmal nagyobb nadrágját, hogy elérjem azt a megfelelő bőséget, majd vettem egy övet, vagy valamelyik szekrényből, és így úgy meghúztam, hogy ilyen begi, nagy nadrág, és így mentem el iskolába, ahonnan hazaküldtek. Nagyon könnyű lázadónak lenni egy katolikus gimnáziumban. Hát, hogy kinőttem. A 16 év az sok. A 10 év az még pont olyan, hogy azok még ilyen menő cuccok voltak. Meg a bátyám nagyon jó minőségű ruhákat vett. Csak hát nyilván én nem tudtam ebbe belenőni. Azt soha az életben nem felejtem el, amikor nem is tudom, hogy hol volt a testvérem, de elment otthonról, és én egy teljes hétig, majdnem egy teljes hétig, az ő Dr. R. Martens a cipőjében, nem csizma, cipőjében jártam iskolába, úgyhogy nekem volt 36-os a lábam, neki meg 42-es. Úgyhogy így hordoztam magam után a cipőjét, és nem tudtam effektív felvenni normálisan, és nem tudtam felemelni a lábam, úgyhogy így csoszogtam, mint egy idióta. Viszont nagyon-nagyon menőnek éreztem magam, mert ez valamikor karácsony után volt, vagy születésnapom után. Minden esetre volt egy új diszkmenem, amiben még sajnos nem volt rezdlésgátló, viszont az új diszkmenben a bátyám akkor már összekarcolt CD-jére, így mentem az iskolába, mint a legnagyobb király a földön. Kíváncsi vagyok, hogy hányan röhögtek ki nagyon. Ezek így nem emlékszem. Nem emlékszem. De arra igen, hogy baktatok lefele az iskola felé ebben a cipőben. Fájdalmas volt. I Spy, nagyon szépen köszönöm a 100 bitet, nagyon-nagyon király vagy. Visszhangos a csirke? Azt hiszem, hogy tudom, hogy miért. De annyit nem ér, hogy most elmenjek odáig. Az osztályfőnök tiltja a szakadt nadrágot? És mit csinál, ha szakadt nadrágba mész be? Hazaküld.
cool. Hogyan állapítja meg, hogy azért szakadt a nadrágod, mert túl sok pénzed van, vagy azért szakadt a nadrágod, mert nincs sok pénzed? Nálunk ez nagy kérdés volt, mert a szakadt nadrág az az én gyerekkoromban is egy ilyen dolog volt. Megvarja a helyszínen? Nincs zene. Jó. Ez már rávett. Újra kéne indítani hozzá az egész OBS-t. Na, erre nem vagyok hajlandó. Annyit tudnak, hogy miért szakadt a nadrág. Körömlakot nem viseltek el a tanárok, és ha abba jött az ember, akkor körömkefe, meg súrolószer kellett lemosni. Körömkefével és súrolószerrel kellett lemosnia. Komolyan. Mert bocsánat, de ki a faszom az, aki... De hogy miért ez? Miért az, hogy te hogyan nézel ki? Kit érdekel? Tehát, hogy a... Ez az az időszak, amikor próbálod felfedezni saját magadat, az egyik héten punk vagy, a másik héten emo, és aztán hirtelen imádod a diszkózenét. És... Ki a faszt érdekel? De tényleg, ki a faszt érdekel? Nem ez az, ami számít. Nyilván én kaptam én is a tolót, mert én is szokott nadrágban jártam iskolában, meg nyilván nem én voltam a leginkább, mint a diák. És még a családban sem, nemhogy a világon. De volt színes hajam is, volt egy időszak, amikor a hajam közepén volt egy szőke csík. Vannak olyan részei az életemnek, amikből nem bánom, hogy nem volt még közösségi média, ahol ezek fennmaradtak volna, hanem valószínűleg készült egy-két kép, pure analóg, amiket effektív meg kell dolgoznom érte, hogy ezt feltöltsem az internetre. És megmondom őszintén, hogy nem baj. Nem baj, hogy nincsenek ezek fel. Lényeg az volt, hogy tönkre tegyék, mert nem lehetett lemosni sem. És értelemszerűen egy körömkefével nem fogod tudni lesúrolni a körömlakot, még a legszarabb fajtát sem. Nem tudom, hogy miért vagy ilyen gonosz? Nem tudom, mit ilyen gonosz vagy. Nem szőke, hanem szürke csík lesz benne. Igen, én Silver Foxosodok már most. De hogy ez engem aztán egyáltalán nem zavarra, mert eddig ilyen dashingly handsome vagyok mellé. Addig ez nem számít.
majd amikor elkezdek nagyon furcsán ráncosodni, mert apám nagyon furcsán ráncosodott, és az lesz majd tragédia, mert nem is furcsán, hanem vicces sem. Tehát, hogy a Márta férfiak, azok úgy öregszenek, hogy így egyre csukódik be a szemük, és záródik össze a seggálunk, amit nem látszik most a szakállamtól, de ugye ilyen seggálam van, nem tudom, hogy hívják ezt eszebben. Grünbedli, azt hiszem, van valami ilyesmi neve. És ez záródik össze, és egyben csukódik össze a szemünk. Ez az öregedés nálunk valami miatt. Úgyhogy az majd nagyon vicces lesz, de az még több tíz év, úgyhogy addig még hadd élvezzem ezt ki. Az, hogy vágasd le a hajad, mert ne menj ilyen extravagánsan emberek közé. Én ezt esküszöm nem értem. Én mondjuk a gimnázium elejét, meg az alsó tagozat második felét, vagy felső tagozat, a felső tagozatot és a gimnázium első felét, azt egy katolikus gimnáziumban töltöttem. A piaristáknál, akik különösen az egyik legmegértőbb fajtája a katolikusoknak. Egyébként viccen kívül, tehát ugye a bencések meg a ferencesek sokkal durvábbak, de a piaristák azok ilyen vanabi gecik. És én ott már nem tudtam mit kitalálni, hogy lázadjak az egész rendszer meg minden ellen, de Nem is tudom, hogy mi mindenért szóltak már le, hogy ugye egyenruhát kellett hordani, amit ugye nem hordott senki, de azért megvetették mindenkivel. És azt hiszem, hogy csak az ilyen mindenféle eseményeken, az ilyen iskolai eseményeken kellett felvenni. De hát mire az első iskolai esemény eljött, addigra már mindenki elvesztette, fogalma nincs, hogy hol van, a legtöbben meg se vették. Azt nem, tényleg ezt a részét nem értem az oktatási rendszernek, hogy a személyiséget, azt miért kell elnyomni? Tehát, hogy szerencsétlenek éppen arra vannak, azon vannak, hogy így kialakuljon valami. Tehát, hogy ez vagyok én. Nem. Ez nem. Várjál. Nem. Nem. Az vagyok én. És aztán utána kiderül, hogy egyik sem ő, mert a személyiség az majd szépen lassan kialakul. Viszont nagyon sokat tudja morfolni az, hogy mennyire van elfojtva az ember a keresés időszakában. Hogy mennyire szabad neki lázadni. Megvetették mindenki, azt, hogy az egyenruha közös megvetés tárgyon volt. Igen. Igen, sajnos ez tényleg egy ilyen volt. Az egyenruha rendszer arra például nem rossz, hogy a társadalmi különbségeket ruhák szintjén elmossa. Igen, de ugye ez az egyenruha, ez igazából egy mellény. Tehát, hogy nem egy mellény, amit felveszel a normál ruhát fölé. Tehát, hogy ott ennyiből állt az egyenruha, hogy szerettek volna szép képeket csinálni arról, hogy látható legyen, hogy mennyire konformista ez az egész. És hogy itt aztán nincsenek különbségek. De közben meg vannak, mert nem mindegy, hogy milyen telefon kerül elő az egyenruhából, nem mindegy, hogy 1500 forintos vagy 15000 forintos az a haircut, amivel te mész, a napszemüveg, a mit tudom én, a cipő, meg a faszom. Tehát, hogy nyilván van az a fajta egyenruha, amikor ez a cipőm, ez a nadrágom, téli-nyári, és ez, amit fel kell venni felőre. Csak nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy ez mennyit segít. Igen, vonalas telefont vittem középsuliban. A gimnáziumban nekem még nem volt telefonom az elején. Azt hiszem, hogy másodikos gimnazista lehettem, amikor megkaptam az első telefonomat. Azt is ki kellett csinálni, hát akkor jöttek ki, mert másodikos gimnazista,
hány éves vagyok akkor? 15? 16? Hívjuk 15-nek, az 2001. 15-nek az 2002. Ja, 16-nak akkor az 2003. 2003 egy jó év volt. Ez egy fasza év volt. Meg én ebből a szempontból szerintem tök szerencsés vagyok, hogy én az a millenial vagyok, aki még élt az analóg időszakban, tehát hogy nekem mondjuk felnövekvőben, ilyen 9 éves koromig, majdnem, hogy csak analóg dolgokat csináltam. Semmi más. Tehát, hogy nem volt tévénk, tehát én néztem tévét, meg ilyesmi, de hogy itt kint játszottam, meg csináltam a dolgokat, és a technika fejlődésével együtt nőttem fel én is. Tehát az első mobiltelefonoknál ott voltam, az első olyan személyi számítógépnél ott voltam, amin már így lehetett dolgokat csinálni. Úgyhogy nekem ez tök sokat segített, hogy én tényleg együtt nőttem fel ezekkel a dolgokkal, tehát hogy tudom, megértem, hogyha valami lassú, mert én még vártam egy C64 játékbetöltésre, illetve telepítettem Windows 95-öt, viszont ugyanúgy itt vagyok akkor, amikor minden egy csettintésre van, amikor bejöttek az érintő kijelzők, amikor felgyorsult az internet, és nem az volt, hogy két napig drukkoltál egy DC++ letöltésnek, hogy a neve alapján pornónak hangzik, úgyhogy ezt letöltem. És aztán két nappal később kiderült, hogy akkor még nem volt rickrolling, de nagyon, nagyon vicces emberek voltak akkor is az interneten, úgyhogy csak kevésbé nevettél, amikor letöltöttél valamit, és kurvára nem az volt, amit szerettél volna. 2001-ben kezdted a középsuliban egy 32-10-zel. Az nem rossz. A 32-10 az nekem ilyen elérhetetlen magasságokban volt. Az első morze üzenetnél is ott voltál, a kerékhez is. Én közel laktam az iskolához, igen. Mindig közel laktam, szerencsére. Amikor azt írta a letöltést, hogy 72 óra, és komolyan gondolta. Én nagyon szerettem azt az időszakot. Tényleg nagyon-nagyon szerettem. Pont Gyulcsival beszélgettünk erről tegnap, hogy bazd meg, annyira a végtelen lehetőség, az annyira bonyolultá tette az emberek életét, mert mindent csinálhat. Mindent. Tehát, hogy gondolsz valamit, és azt nagy valószínűséggel csinálhatod. Hogyha nem vagy nagyon-nagyon elrugaszkodva. De, és a beszűkültebb életnek, amit mondjuk az anyámék éltek, ők 70 év fölött vannak most már, annak megvolt az az előnye, hogy így megvolt, tehát egy ilyen behatárolható mennyiségű dolgot lehetett csinálni. Úgyhogy sokkal egyszerűbb volt az élet, nem kellett ennyi felé szakadni, meg nem kellett ennyi mindenre gondolni, ennyi mindent észben tartani, és megmondom őszintén, hogy szerintem nagyon kevesen tanultuk meg ezt a szabadságot ügyesen kezelni. És a legtöbbünk inkább egy kicsit nyomasztónak érzi ezt az egészet. És én ezért is élvezem azt, amikor lemegyünk Aligára. Mert ott a nyaralóban, ha nagyon ügyes helyen állsz, akkor esetleg van térerőd. És ott nagyon be van határolva az, hogy mit tudsz csinálni. Vagy tüzet raksz, hogy grillezzél, vagy lemész a Balatonba fürdeni, vagy sétálsz sokat azért, hogy legyél egy lángost, olvashatsz, switcheshetsz értelemszerűen, alhatsz, napozhatsz, feküdhetsz, és így be van határolva. És nekem úgy látszik, hogy szükségem van erre a fajta behatároltságra néha. Mert tényleg egyszerűbbé válik általa az élet. És ez egyébként nagyon jól lefordítható a videójátékos piacra is. Most már az ember kevésbé értékeli a videójátékokat, mint mondjuk mi akkor. Hogy
Én emlékszem, hogy egy GameStar ilyen CD mellékleten rajta volt a Turok 2. És a Turok 2-nek a demója igazából, ami körülbelül egy fél órás pálya volt, amit hát ha 150-szer, akkor egyszer se játszottam végig. Azért, mert az volt. És nem volt más. Tehát nem volt az, hogy felmegyek a Steam, mit akarok játszani? Akkor van egy zsáner. Oké, itt van 3400 játék, ebből 3100 ma jelent meg. Melyiket szeretnéd? És akkor így, nem tudom, bazd meg, nem tudom. És akkoriban ez nem így volt. Tehát, hogy én a legszarabb játékokkal játszottam végtelen mennyiséget. És nincs a szívemben megbánás. Egy másodpercig sem. Most viszont tényleg azt érzem, hogy ilyen overwhelmed vagyok, hogy itt van 150 játék, amivel lehetne játszani, és nem tudok dönteni. Úgyhogy visszamegyek valamihez, amivel már játszottam. Nincs annyi idő, hogy mindennel játszál. Nincs annyi idő. Egész egyszerűen. Most, amikor arról beszél valaki, hogy ilyen 2016-os, 7-es elmaradásai vannak a játékokkal kapcsolatban, az a legrosszabb. Ez egy rossz érzés, azt érzed, hogy bazeg, le vagyok maradva szórakozással. How? Hogy? Annyira, amikor egy alapvetően felhőtlen, tök jó dologhoz ilyen negatív értelmet társítasz, akkor tudod, hogy ott valami kurvára félrement. Sose felejtem, amikor még csak Heroes 2-3-mal játszottam, és unokabátyám hozta az Age of Empires 2-t, meg a Diablo 2-t, és a régi Pentium 2-es gépemre nem fért fel, és választani kellett meg okoskodni, hogy a telepítőt le lehet törölni, akkor pont elfér. Azok nagyon jó idők voltak. Nekem egy játék fért el egyszerre, arra emlékszem. Én, a Heroes 3 az abban nagyon-nagyon sok ezer órán volt, és már amikor egyébként sokkal jobb gépeink voltak, tehát már ilyen kétmagos gépeink voltak, a lampartiaink általános szereplője volt a Heroes 3 custom mapekkel. Úgyhogy mi építettük a mapokat. Valamelyik költözésnél találtam is egy CD-t, amire rá volt írva, hogy Heroes 3 Saves. Azok a LAN partik, azok nagyon hiányoznak. Most, hogy online play van, jó, kényelmes, tök jó, tudunk együtt játszani, úgyhogy nem kell kimozdulni, de azért azoknak a LAN partiknak megvolt a hogy is mondjam, a hangulata. Az, hogy ott vagyunk 8-an, összedobtunk egy switchre, megvásároltuk, és bejöttek hozzánk. Mi egy relatíve nagy lakásunk Veszprémben, egy ilyen kis kertes házacska, és alsó szint, a felső szint a galéria ellen. Így játszottuk minden egyes vízszintes felületen volt egy számítógép, és akkor még ugye a CRT monitorokat cipelt át mindenki mindenkihez. Felpakoltunk, és akkor péntek, szombat, vasárnap folyamatos játék. Néha nyilván alvás, pizzarendelés, grilleztünk, ittunk, szívtunk. Betépett fiatalok Heroes 3-aznak hajnali 4-kor a saját custom mapjukon, és nyilván az nyer, aki csinálta a mapot, mert tudja jól, hogy mit hova kell, mit hol fog megtalálni. És ezek a gyerekkorom legjobb emlékei egyébként, ezek a lampartik, mert tökéletesek voltak. És ilyen játékélmény már ritkán van, nem? Ami ennyire belsőséges. Heroes 3 stream. Oh yeah. Szia, Buppi! Heroes 3 stream az nem hangzik rosszul. Milyen is egy peer-to-peer LAN party?
semmi más nem kell hozzá, csak egy switch és egy ember, aki ért hozzá. Mert mi általában azt csináltuk, hogy bedugtuk és imádkoztunk. Ennyi. Jó, nekem nem megy. Nem már megy! Látjátok a szervert! Amitől elfut az eje a GTA 1 a 486-oson. Oh yeah! Plug and pray! Jaj, de szép! Jaj, de szép! Gyönyörű! Szerpusz Milán! Jó reggelt, jó reggelt! Igen, a sulis kártyázás. Először, hogy mennyit zsíroztunk. Az utcánknak a sarkán volt egy ilyen, hát egy ilyen kocsma igazából, és az a kocsma úgy hívták, hogy Melódia, és annak az a kerthelységében ültünk, és az volt a gyülekező, az egyik gyülekező helyünk, és ott zsíroztunk folyamatosan pár sör mellett, az a, nagyon-nagyon szerettük. Plug and pray. Nem fogjuk levélelni. Szia Csaba! Plug and pray, az meg zseniális. Imádom. Neked volt valaki, aki ott ült melletted és fordította a Baldur's Gate-et? Hát az bazd meg, mekkora szerencse! Én szótáraztam a Baldur's Gate-et. És aztán mindig volt úgy, hogy nekiülök, és elkezdtem szótárazgatni. És akkor így nagyjából megértettem, hogy mi van, és akkor mentem tovább. És aztán egy idő után ezt csináltam, mit tudom én, egy óráig, és aztán annyira elfáradtam benne, hogy mondom, hogy csak kattintgatok, megyek tovább, és aztán utána meg nyilván a legközelebbi játéknál meg sokkal nehezebb dolgod volt, mert meg kellett próbálnod visszafejteni, hogy oké, de vajon eddig kinek mit mondtam? Ez miért nem beszél velem? Mit kell most csinálni egyáltalán? Úgy, és akkor meg már ilyen, tudod, ilyen kulcs szavak alapján próbáltam nagyjából belőni azt, hogy mit kell csinálni. Dávidom, jössz haza? Nagyon király. Nem a legjobb időpontot választott, de welcome already. Oh, Peti. Au. Na, drágáim. Lehetséges, hogy ma még találkozni fogunk, mert mára igazából nincs más program, ugye jövő héten lesz D&D, ezen a héten nincsen D&D, viszont a délután meglehetősen szabadnak tűnik, lesz majd még egy kis dolgom, meg kell írnom holnapra a Fusion Quiz-t, meg ha minden jól megy, akkor jövő hét szerdára a Válaszok és Dévedések Quiz-t is meg fogom írni, mert arra már van egy jó ötletem. Azt fogjuk viszont csinálni, hogy most keresünk valakit, akit ügyesen be lehet raidelni, és akiről úgy gondolom, hogy esetleg szívesen néznétek. Ez az kell, hogy működjön a laptop. Nagyjából ennyiről. Ennyire van szükség. Nézzük meg, hogy az általunk követett csatornák között van esetleg valaki olyan, akit szívesen néznétek. Lipton Hearthstone-ozik. Hogy álltok a... Venci? Dehogy mondom el, hogy felkészülhessetek? Hát ne ügyeskedjünk már! Nem fogunk csalni! Games Done Quicken? Knights of the Old Republic? Oké, megyünk a Games Done Quickre, jó? Megyünk a Games Done Quickre, ha lehet. Games Done Quick, ugye speedrunnerök játszanak végig játékokat, fossák glitchelve az egészet, imádnivaló emberek, és természetesen az egész charity. Úgyhogy minden adomány, meg minden ilyesmi, az Uber charity. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor szerintem ez tetszeni fog. Games
Oda megyünk. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor nézzetek rá. Tényleg általánosságban kibaszott jó dolgokat csinálnak. Úgyhogy szerintem nektek is tetszeni fog. Én köszönöm szépen ma reggelre a figyelmet. A Twitteren érdemes követni, mert akkor ott fogom tudni megmondani nektek, hogy délután hogy és miként lesz még itt a program. Van egy csomó játék, amivel el vagyunk maradva, úgyhogy ezek bármelyikét megpróbálhatjuk majd, és akár meg is szavazhatjuk. Drágáim, találkozunk nem sokára. Imádlak, szeretlek. Sziasztok! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try.